Ahogy a kupamérkőzés után is elmondtam, hogy nem vagyunk elégedettek a eredménnyel, most is ezt mondhatom. Többet reméltünk ettől a mérkőzéstől, viszont az Újpestnek csak gratulálni tudok most, mivel látszott, hogy nagyon jól fölkészültek belőlünk, rengeteg energiát tettek bele a meccsbe. Szerintem mind a két csapat nagyon keményen küzdött. Érezhető volt a fáradtság, hogyha nem is a játék miatt, mert azért frissebb embereink játszottak, hanem a rengeteg utazás miatt, illetve a mostani vírushelyzet azért hatást gyakorolt még rá. Én azt gondolom, hogy ez az Újpest sokkal erősebb, mint a korábbi időszakban volt. Ha ezt veszem figyelembe, akkor talán mondhatom, hogy itt ezen a pályán jól döntetlen. Ugyanakkor a mi helyzetünkből kifolyólag a három pontra lett volna szükségünk. If we look at the chances, for the chances in the first half, we have two clear chances to score the goal. 100% chances. They don't have any 100% chances. Maybe some situation dangerous, but we actually control them. We play very good in defense, which is at the moment for us crucial, because if we want to stay in the league or take the points, we must start from defense. I understand from the first half where we have a too clear situation, and the one situation penalty was not penalty, I didn't saw from my view was but they see better VAR. But at the end, yeah, draw is like eagle, yeah. Mondhatom azt, a végén kezdem, hogy igen, tulajdonképpen egy igazságos döntetlent értünk ma el. Elsősorban az első fél idővel vagyok megelégedve, akkor láttunk két hatalmas tiszta helyzetet, amiből végül nem született gól, plusz volt még egyéb pár veszélyes akció. De aminek igazán örülök, hogy nagyon jó volt a védekezésünk, és véleményem szerint, ha benn akarunk maradni az élvonalban, és pontokat akarunk gyűjteni, akkor ennek kulcs eleme az, hogy a védekezés erős és megbízható legyen. Volt még az első fél időben két véleményes helyzet, erről most nem szeretnék nyilatkozni, mert nem láttam jól.